Bármikor az elején, vagy igen, közben is lehet. Ez fák nem szoktak harogni, köszönöm szépen. Az ilyesmiért. Mit? Ötös. Nem. Ez így szuper. Akkor meg pont van. Csak egy ilyen workshopos, volt egy külön sátruk, és akkor gyerekprogramot is csináltam, ilyen agyagozás, meg... Nagyon sok minden. Előadást is tartottak, még ugye masszőr is a Patrik. Ezt az univerzális csel volt. Jó, úgy megmasszírozottam. Én egy ilyen népi építészeti dolgon találkoztam vele. Te is ismered amúgy alapvetően? Hát mindjárt mondom neked, Kapolcs. Kapolcs? Azt hiszem, Kapolcs. Kicsi elvileg. Igen. Ez csomó ember számára jelent valamit, hogy hétköznap föl kell kelni. Én minden nap hajnalba kell egy kicsit számolni. Jó érzés amúgy. Honnan jöttél egyébként? Visegrádról jöttünk, ott élek. Aha. Egyelőre még a srácokkal, akik hamarabb itt voltak, meg az apjukkal. Aha. Egy ilyen kis közösség van. És ti merről valók vagytok? Mellől? Csömmel. Akkor a másik vég. Aha, hát akkor egy irány, így van. Szuper. És hány órás lesz körülbelül a... Patrik, hány órás lesz körülbelül a projekt? Vagy hogy... Azt beszéltük a Gyöngyivel, hogy neki ilyen 2-3 felet kell kérni az erdőből. Én úgy gondolom, hogy ez ennyi gyerekkel egy ilyen reális visszatérési pont, és akkor meglátjuk, hogy mennyire van még kedv és lelkesedés arra, hogy ott a ciszterci romoknál még egy sütögetést kell, hogy előtte ja, jó. Kocsival, szia! Jó van. Hogy vagy? Szuper. Én is. Ilyen este eldőlős volt. Valakinek kell esetleg papírzacskó? Szerintem az elegendő lesz. Meg az újságot szét tudom bontani, ezt csinálok ilyen papírfölcsére. Ott az apátságnál van egy nagyon kellemes hely, ott megállunk majd egy kicsit, és akkor beszélgetünk meg. Nagyjából érintjük, hogy milyen fajokra lehet számítani, meg az egy igen érdekes, történelmileg is érdekes hely. Néhány szót majd szeretnék szólni. Létezik olyan szoba, ahol nincs? Hát ahol van, hogy ezek ilyen teljesen zártak, légmentesen zártak, és a levegő, amit benne volt, a levegő is áramoltak, szóval egy szűrt levegőt betolnak, és ugyanannyit kiszívnak. Tehát ez egy ilyen totálisan kontrollált környezet. Steril szoba. És ez hogy érik? Ezt tisztatérnek hívják amúgy. Tisztatér. Hát ez egy ilyen UFO világ. Na de hogy ez így megvehető? Vagy megvehető gyógyszergyárak lesznek ilyen? Igen, ezt akarok kérdezni, akik a... Aha. Termált ültetéskor, ha valakinek nincs immunrendszere, leépítették, hogy befogadjon egy új szervet. Aha. Az immunrendszer nélkül mondjuk leépítik ilyen helyesen. Erősítik föl, hogy... Mondom, ez ilyen UFO világ, tehát elképzelés nehéz, mikor először így mondták, hogy gyere, hogy helyszíni szemle beöltözünk, mivel? Fasson van! És így van, hát ott egy cipőre ilyen, izé. A mezőnél a szemtitomban, ez egy.
Mert tanácsod, de ez lett belőle. Amúgy újrahasznosításként élném meg, tehát én azt mondom, hogy mert hogy szétterülni tudnak, nem nyomják össze egymást. Ez tökéletes. Az ötletes megoldások éhenzésre találnak. Szóval gombász tapasztalatok után érdeklődnék, kinek van. Neked van, szuper. Milyen gombákat szedtetek eddig? Őzlep, tinomorú, szegfű, még oroszlán gombát is találtunk egyszer. Géva. Szuper. Vargánya. Vargánya. Az hol? Már kucsma. Vargányát, Velence. Na, akkor ahogy járkálsz az országba, azt tudni kell a hölgyről, hogy nagyon nagy lovas. Van két szép lova is, és velük járja az országot. Petikén, neked milyen tapasztalat van? Tudod, így van. Na, szuper! Halványróka? Na, jól van. Na, hát akkor van itt, és a többieknek semmi? Van gomba. És esetleg valami olyan gomba, amit biztosan megismernek? Csiperkében. A csiperkében, hogy pedig csak Magyarországon több mint 100 faj van. Igen, nagyon durva. Úgyhogy ez egy bonyolultabb történet. Őzlából is. Közben szerintem meg is indulhatunk nagyjából. Még van valami telefonálásod. Felmondás talán. Szóval közben elmondanám, hogy ha már itt tartunk az őzlábaknál, ugye a latin nevek sokszor tanulságosak és könnyebb általa megismerni a gombákat átfogóan, mert van, hogy egy-egy csoportban, ami latinul csak mondjuk lepióta, 8-10 magyar névvel illetik csak a nemzetséget, és akkor, tehát hogy ez egy ilyen bonyolult keveredés szül. Az őzlábakat ugye lepiótának hívják, és azt a fajtát, amit mi gyűjtünk, az a makrolepióta, tehát a nagy lepióta. Ezek a kis lepióták, amik ilyen őzláb habitusúak, ezek ugyanazt a gyilkos mérget tartalmazzák, mint a gyilkos galóca, de ezek ilyen ekkorkák körülbelül. Hasonló jegyeket adnak, és négy nagyobb fajta őzláb gomba van. Van kettő, ami pirul, van kettő, ami nem pirul. Amik nem pirulnak, azok jók, valószínűleg szerintem még találtunk mindkettőből is. A karcsú és a nagy őzláb gomba, ezeknek megvannak a sajátos jegyeik, de ugye egy ilyen nagy kiterülők alapú, akár 30 cm magas, pikkelyes, tönkű gombát keresünk, aminek vagy egyes, vagy dupla galéria van, hogyha dupla galéria van, az a nagy őzláb, hogyha csak egyes ilyen kicsit ilyen karcsúbb galéria van, meg az egész karcsúbb, és csúcsos a süveg, akkor az meg a karcsú őzláb. Illetve, ami másik változás, egyrészt a spórapor színe, ami az egyik legfontosabb határozó bélyeg minden tekintetben, főleg az elején, amíg még az embernek a habitusáról egy adott fajnak nincsen pontos ősképe, addig a spórapor szín az első, amit érdemes ellenőrizni, mert a többi jegy az megtévesztő lehet. És a másik pedig ugye az, hogy az a lemez az nem csak úgy ott van, hanem ezek a tulajdonképpen egy gombának a termőteste, az hifáknak, amik a föld alatt is micéliumot alkotnak, azoknak egy bizonyos formában összesűrűsödött kötegek. És többféle hifa van, vannak vászhifák, amik például a kerti őzlábgombában nincsen méreganyag, csak olyan sok benne a vászhifa, amit nem tudunk megemészni, hogy egyeseknél emésztőrendszeri, komoly emésztőrendszeri tüneteket okoz ez a dolog. És ezeknek a vászhifáknak az alakja nagyjából ez az, ami befolyásolja egy gombának a végleges habitusát, hogy például a kalap túlére, a kalap bőr a lemezeken, vagy éppen el se éri, az, hogy begöngyölte a széle, az, hogy mondjuk szétvágjuk, akkor látunk egy szálasságot, vagy a kalap bőre az ilyen benőtten szálas, tehát olyan, mintha szálas lenne a teteje, csak benne van, nem lekörölhető, vagy nem fejhek. Majd mutatom a jegyeket, Valamit be kéne szúrni, de itt nincsen semmi, de ott is van belőle, igen. De nem tudom. Nem tudom. Ez lenne a...
Ez innen ilyen taplószerűnek tűnt. Ezek jól néznek ki. Ha igazából... Ha, jól néz ki. Ez ilyen vajazó. Ja, de ez ilyen... Hát nem tudom igazából. Mégis avval is lehet. Hát... Nézzük, megkérdezzük. Jó. Milyen nagy a zsákmány. Mi is találtunk gombát. Na, tök jó. Nagyon jó. Az is hasonló. Majd megkérdezzük ott a papírzacsiba. Azokat a cipet, ezeket a nagyon piciket, ezeket még ne szedjétek, nem a kétszer ekkorára, háromszer ekkorára is menni. Ez... Szuper, ezeket így összegyűjtjük, és amikor megállunk majd a végén, nem, az ehető, az maradhat ott a tekintetben, és majd szed mellé. Ami viszont olyan, ami nem ehető, vagy, tehát hogy először találjátok meg, mondjuk hozzátok oda, vagy ilyesmi, de hát úgy szoktuk, hogy legyűjtünk mindent, jó ehhez némi alap gomba ismeret, hogy milyen fajok vannak mondjuk itt az adott régióban, és utána kiöntjük az asztalra és kielemezzük, de nyilván az ilyen kis aprókat, vagy amiket nem ismer az ember, azokat külön gyűjtjük, és akkor külön azt, amikor kirakjuk az asztalra, meg lehet nézni, hogy nagyjából belülni, hogy hova tartozik. Ezeken is nagyon jól megfigyelhetők azok a jegyek, amik összekötik a nemzetségeket, családokat egymással. És pont ezáltal tanul az ember, de nem kell mindent feltétlenül legyűjteni, vagy hogyha valami csokros. Igen? Pici, ebből a pici bimbózból? De lehet, hogy van teljesen más. Ezeket ugye, ezeket érdemes belegyűjteni ebbe, lefotózni, egy jó fotót készíteni róla, úgyhogy itt van mellette. Mindig, hogyha gombát fotózunk, nagyon fontos a lemez. Tehát, hogy úgy lefotózni, hogy abban tényleg látszódjon, hogy milyen élőhelyen lett fotózva. És hogy milyen a lemez színe. Egyébként, ha így összerakod mondjuk a nem ehető gombát egy szatyorba véletlenül az ehető gombával, akkor nem történik semmi, viszont hogyha összerakod a mérgező gombát egy szatyorba a ehető gombával, akkor már baj van. Na de és ha nem tudod... És a mérgező, akkor nem ugyanaz. Ezért kell most megismernetek velem az alap gombafajokat. Majd a végén, igen, ugyanaz. Nagyon fontos, hogy ne egyetek semmilyen gombát meg. Jó, gyerekek? Majd a végén meghatározunk mindent, és akkor utána, amiket odaadok nektek, az mindenhető lesz. Jó? Patrik. Ezt visszaadom, Patrik. Szuper. És ez nagyon mérgező? Igen, ez egy elég mérgező faj. De ez nem ugyanez, mint ez. Gyomorbéltünetes betegséget okoz. Az a megkülönböztető jegye a szegfűgombához képest, hogy a szegfűgombának sokkal, de sokkal ritkább a lemezállása. Wow, ennyi, ez visz. És ennek mi a neve? Összességében sok különbség van. Például nem üreges a szegfűgomba, amelyik üreges szegfűgomba, az egy másik szegfűgomba, és az nem ehető. Patrik bátya, milyen gomba? Az ugyanilyen. És hogy hívják ezt? Mezei tölcsérgomba. És ez mérgező? Az volt gyanús, hogy a tetején ilyen viaszfoltos vagy. Igen, viaszfoltos. Mindenki máshonnan hozott papírzacskót. Én látom, adok neked, mert én nekem nagyon sok. Teli vagyok, és én nem is viszek gombát. Én csak azért hoztam zacskót, hogy másnak. De aranyos vagy. Én nem viszek gombát, mert... Én meg ezeket a... Nem tudnám. Már, de még jó lesz. Patikás zacskó, papírírószer. Nagyszerű. Irex. Mondjuk igen, ez a... Hopp, itt egy tücsök. Jaj, de szép. Megnyitatod? Igen. Mikroszkópozás, komolyabb faj ismeret, tényleg ezeknek a kis fajoknak diplomamunka.
meg ilyen szintű dolgok. Két éves képzés? Ez, és ez mi ez? Gomba, ez szakellen? Szakellenőr, de ebben a két éves képzésben az van, hogy nem kötelező letenni a szakellenőri vizsgát. Tehát ez tényleg arra hogy a tudományos munkát, hogyha akarod, be tudsz állni, csinálni, segíteni nekik terepmunkával, közben tanultok erről, a jó társaság. És ez itt van a Pilisbe? Ez ennek a központja szerintem a Vértesben van. Aha. Ennek a fajtának. Aha. De a többi az meg van a Mátra, a Pilis, Börzsöny, Bakony, négy csoport. Ja, meg a Vértes, akkor öt, bocsánat. Aha. Gyöngyi! Te is gondolkodtál rajta akkor? Én gondolkodtam, nem most, hanem már régebben, csak mindig így kicsúsztam az időből, meg bent a városban voltam, akkor nem értem rá, meg mindig közben jött valami. Én is városban csináltam meg a gombatermesztőit. Voltak jó tanáraim, de én inkább már javaslanék azon, hogyha... Aha. Hát de most már megvan a... Most már gyűjtheted az ismereteket, a papír már megvan. A papír már de hát gondolom ott arról szól, hogy hőmérséklet, páratartalom, oltóanyag, ezek ismeret. Mi a szubsztrát, hogy mi a táptalaja, hogy elkőzött ki, milyen autoklárba. Ugye, kis, igazából ez egy ilyen kis tájhál gombatermesztő. Aha. És gondolom vannak boltok, ott meg tudod rendelni ezeket a cuccokat, igen, és akkor... van, hogy már zsákot is így előre beoltva meg tudsz igazából vásárolni, és akkor így. De a tanfolyammal legalább tudod, hogy mi, mit veszel meg. Akkor gondolom ilyenkor nem szabad a szememhez nyúlni, miután gombát szedtem, ugye? Nem, ilyenkor nem dörzsöd nem érdemes. Bele. Erről meg letapogatszod már a jegyeket. De igen, gyerekek, ne nyúljatok a szemetekbe. De majd ezt megnézem, ezeket szét kell vágni. Szeretnéd elrakni ezeket? Ja. Ott is van. Ja, vagy ez már volt? Az már volt. Elnézést, én is. Aha. Szuper. Annyira necces, hogy csökkebb vagy ott enni, miután fokos az ember a gombát. Hogy mondod? Mennyire veszélyes, ha egy gombát fokos vagy? Nem tudom. Nem a hitvénedre a gomba jöttem. Igen. Én nem úgy jelenem. Jó, hát amúgy nyilván, meg mikor milyen hangulatban van. Bárkolom annyira. Bárkolom. Szeretem. Én is mondjuk másfél óráig. De nem hat. Mert azt érzem, hogy egy húsdarálóba került az agyam, és így. Jó. Igen. Egy idő után, tehát hogy nem tudom élvezni. De elfáradod el. Picit csúszós. Hát ilyenek. Forrás meg ilyenekre. Igen. Azokat szeretem, a túl lassú se. Ezért vettem fel ezt a cipőt, látjátok? Igen. A terepjáró. Én is abban a terepjáró. Nem, ezek mini. Mini taplok. Cuki kis mini taplok. Aha. Igen. Cuki kis mini taplok. Cuki kis. Átalakítani. Segíteni. Kedvesem, hol van jól? Maradva a végén, ott van jól. Limbo? Igen. Milyen jó kis kapu. És már például szóval nem tudom, hogy mi lesz. Amikor villám. Mert felvindulunk, olyan kezdődik. Nem csak nekünk, olyan lesz. Szia, Patrik bácsi előre. Nem, nyersen, főleg a gébagomba, az pedig 20 perces gomba. A számos gombánál van ez a 20 perces szabály. Ennek két.
20 perc, onnantól számított főzés vagy pirítás, tehát hőkezelés, amit úgymond felveszi ténylegesen a test is azt a hőfokot, és onnantól 20 percet szoktak mondani. Ennek két oka van. Az egyik ok az a méreganyag lehet, bizonyos gombákban, mint például tuskógombákban, vagy éppen a pirulógalócában. Vannak különféle méreganyagok, amik úgymond termolabilisek, tehát hőhatására elbomlanak. Ehhez kell a 20 perc. Más gombák, mint a gébagomba, vagy a kucsmagombák, azok azért kell 20 percig hőkezelni, mert olyan erős bioaktív anyagok, antibiotikumok, gyógyhatású anyagok vannak benne, hogy ezeknek egy részét meg kell semmisíteni ahhoz, hogy az egészségre ne legyen ártalmas. A gébagomba is egy antibiotikum termelő, immunerősítő. Sárga gébagomba. Géva, de csirke gombára. Így, erdei csirke, meg mindenféle. Paklik. Igen. Jó, úgy mennem olyan élénk a színe, onnan lehet látni. Ilyen citromsárgán lenne. Ugye azt mondtad, Patrik, hogy citromsárgán lenne. Citromsárga, narancsárga, inkább az állaga a lényeg. De igen, igen. Igen. Meg az, hogy ne effektív, szinte folyik belőle a víz. Ez már öreg, ugye? Ez már öreg. Most nem tudjuk megmosni a kezelőt. Ennek van egy ilyen külön leúszható burka, ami ezen is itt alakul, látod, ilyen le is pattog. És ez ehető? Ez valószínűleg ehető lesz, mondjam, hogy ezt például meg kell lesni. Nem, nem. Ami szürke, azt mindjárt megnézzük, hogy ehető-e, jó? Szerintem a lányoknak, ha szólsz, hogy szedjenek kukkot a konyhába, lehet, hogy örülnek. Meg a gombához jó is, azt hiszem, ugye? Aha, bizonyos, kukkfő. De még mennyire? Itt is tele van mindenhol. Igen? Hát érezni nagyon, ahogy így megyünk. Ott a izégőzikék is itt szoktak ebédelni, úgy látom. Igen. De ugye a kakukkfőnek a virágos hajtását. Érzed az illatát? Ez a kakukkfőnek az illatát. Jobban. Hát innen is bőven. Vagy legalábbis én nekem nagyon intenzív. De épp meséltem, hogy ezt akár haza lehet vinni fűszerezni. A gombához például kifejezetten javallják a kapukat. Na rajtam kívül mindenki nagy gomba vacsorába lesz majd. Vele most történt, hogy... Még mikor? Szerintem szerdán kattintottam, hogy hú, de jó van ez a lehetőség, és hétfőn megvettem egy ilyen vekni gomb. De lehet, le lehet szárítani, nem? Vagy nem olyan gomba? Hát ez a champion. Champion, aha. Igen. Nem, hát csak hogyha ez most frissebb, hát akkor... Majd nem tudom, majd valami kitalálok, csinálok a gémet. Vagy összevegyíteni, összekeverinteni. Ez nem rossz ötlet, mert ezek aromásabbak, gondolom, amit így vadból szedünk, és azt így ilyen tömeget adó ipari gombát. Aha, földúsítod. Aha, igen. Jobb tápanyagba. A pálinkából csinálják az ágyas pálinkát. Ja, igen. Szilvára vagy barackra, akkor már majdnem olyan jó. Jó tömőste. Almából meg könnyű sokat csinálni. Előfeltű volt az egyzél papírlapán, így esetett hára rá. Mit kerestek? Kettes számú ellenőrző, teljesítmény túra van. Ja. Hát a kettes számú ellenőrző pont. Ja. Pedig ott a vizén van. Igen, volt ott. Volt, és A4-esen rajta van, feltűnő volt. Tehát. Nem ott mentek mellette. Nem. Hát itt jöttek le. De, ott jöttek le. Csak itt a szélét. Igen, a szélét. Benne olaszer, oké? Okay? Baj.
Amúgy ez... Mekkorát volt rá, tehát... Ja, van már köszörülve, de ez még... De még talán működik. Még működik, csak kicsit erre kell hozni. És ráadásul... ez már régóta pihelhet itt. Aha. Na. Na most megvan. Ez mindenhol ott van. Itt is itt van. Kicke vagyunk. Csak elbeszedheted a csinkabolyót. Majd a végén megosztod. Már látjuk, mit hoz neked a Mikulás. Egyszer a... Gyanús volt a piros ing. Addig annyit még nem... Akkor nem volt. Gombászok kézi könyve. Ez egy nagyon jó kis könyv. Gerhard. Igen. Ez milyen erdős árnyékos hűvöset inkább szeretik. Vannak fajok, amik mezőkön élnek, és vannak fajok, amik ezt ide berakjuk szépen. Ugye, ugye? Most találtátok? Igen, itt volt a fűbe. Itt termettük. Ez a virág, ha beporozza a méhecske, könyvet terem. Csak jókor kell jönni, hogy nem egészen, viszont ez a virág, ez az úgynevezett iringó, mezei iringó, vagy más néven ördögszekérnek is hívják ezt. És az, van egy laska gomba fajta, ami az ő gyökereit parazitálja, az ördögszekér laska gomba eltő. Gomba, ő például egy kifejezetten mezei faj, ezzel a mezei növényel jár. Aminek a belsejébe rakják le a petéiket, és ezáltal a ragadozók által védett helyen Magyarországon több mint 400 gubas faj. Gubacs képzőfaj van erre egy külön könyv. Aha. És ezzel a gazda növényt, ezzel megbetegítik, vagy semleges, vagy erősen? Ez attól függ. Ez attól függ, erre van a diverzitás, ami azt jelenti, hogy egy élőhelyet, mint mondjuk ez itt, minél többféle faj alkot, annál jobban tudják egymást limitálni, tehát visszaszorítani. Hogyha valahol mondjuk van egy ekkora mező, mint ami ott van, csak kukorica, akkor a kukoricára jellemző betegségek könnyen el tudnak szaporodni. Viszont, hogyha azon a mezőn van 40 féle réti virág, azoknak a réti virágoknak, amik adott esetben nem is használjuk őket gyógynövényként, de egyes ragadozó lepkefajoknak a táp, az kizárólagos tápnövénye a hernyónak. És ezek a fajok, hogyha eltűnnek, akkor az a lepkefaj eltűnik, ami visszaszorítja egy bizonyos másik fajt, és az, hogy az nem szorul vissza, annak következtében még számtalan más dolog is elindulhat, ugye. És erre mondjuk, hogy van egy úgynevezett szukcessziós folyamat, amikor ez a diverzitás növekszik, és van egy amortizációs folyamat, amikor viszont, amit általában mesterséges ezt körülmények igen, idéznek elő. Ja, találtam egy bicskát, képzelni. Azt szerint, milyen jó kis gyöngyházas izé. Ó, de király. Ez te patent. Szalonnázó. Nekem van gyerek. Szuper, csak vigyázzunk. Na menjünk. Ezek a menjünk. Vannak még lemaradva. És egy éve várja, hogy csiszoljak rá valamit. Lehet, hogy nem. Volt a jó. Ez rossz volt? Itt az elég. Ez rossz. Jó, majd igyekszünk. Igen. Hogy terem a virágban a föld? És hogy került a földre? Az az én könyvem volt, csak én raktam ki a táskám egyik zsebéből a másikba. És hogy olyan gosszos? Úgyhogy sok erdőt látott már. Nem mindig tudta megmosni a kezét előtt a papír. Sok fenyőtinór után lett tapogatva.
meg ilyesmi. Van azon kívül kínai, meg nem tudom, többféle horoszkóp. Ja, ja. Okay. És abban már lehet, hogy vannak cifrázások, nem tudom. A horoszkóp. Oroszpók. Mindegyik olyan. Itt az első nagy gomba. Patrik bácsi! Látjátok, ott van ez a púp a közepén, a kalapnak. Fehér. Tönkhöz nem kapcsolódó, tönk előtt felkanyarodó, viszonylag sűrű nagy lemezek. Vékony, egyrétegű gallérú tönk. És egyelőre még nem tapasztaltunk vörösödést, de ez még változhat. Most szépen berakjuk, és majd kicsit később, amikor megállunk, akkor kipakoljuk. Szépen megtisztogatjuk a dolgokat. Mindig tisztán gyűjtjük a gombát. Hát az összeset várja először egyelég. Ez például valószínűleg, ami mezőnterem, és így néz ki, az valamelyik, vagy a viaszfehértől. Ezekből nem kell az összeset leszedni, az egy tévhit, hogy a mérgező gombát föl kell rúgni, vagy bármi. A mérgező gomba ugyanazt a feladatot látja el, mint az ehető gomba a természetben. Lebontja a halott növényi részeket, illetve vannak mikorhizás gombák, mint például a bargányák, vagy a rókagomba, vagy a kinóló, amik a fák gyökereivel kapcsolódnak, és... Igen? Találtál te is egyet? Szuper, ez a karcsú. Ez egy tipikus igazi. Mindig tönkkel együtt, jó? Tönkkel együtt próbáld meg. Úgyhogy így kiemeled a gombát, mert ott van egy osztódó szövet. Tehát a micéliumok hálózata, a hifák hálózata a föld alatt egy laza szerkezetet alkot, és sokkal jobban, ugye vékonyabb, nagyon vigyáz, ez is a mérgező, látod? Ezek töltségbombák. Így, így, és akkor jobban lesz. Ez lesz szerintem a viaszfehér. Ide szedjük hozzám, és akkor majd azért? Igen. A mezőn, ami ilyen nagyon fehér, ritka, van egy-kettő. Van köztük egy védett is, azt ide a földre, ezt most már átbeszéltük, ezt a töltségbombát körbe is lehet akár adni. Az viszont egy ilyen, az a betmány. Jó, egy réteg, egyszerű gallérja van, ne egy múlékony dolog. Szépen az alját mindig csak akkor vág le, hogyha már beazonosítottad biztosan, ugyanis a tönkbázisban nagyon sok gomba csak ott sárgul, kékül, stb. És nagyon fontos a meghatározáshoz. A másik, amit érdemes a gombáról megjegyezni, amikor leszeded az erdőn, hogy hol szedted, fán szedted-e, vagy földön, ez nagyon lényeges, illetve az, hogy milyen fa alatt szedted, az is lényeges, ezt majd kint az erdőbe bemutatok nektek pár alapfát, és akkor úgy könnyebb belőni. Érdemes ezért fotózni gombászat közben. Egyrészt, mert egy kicsit van benne egy ilyen pedagógiai jelleg is, hogy az ember oda megy, és nem egy olyan, jaj, de jó, hogy nem leszedem, mert az egy élődény. Hanem hogy egy kicsit megtiszteli, hogy így körüljárja, hogy is élő ott. És akkor azzal egyidejűleg megvan az, hogy látszik a gomba az élőhelyén, látszik, hogy ez egy csoportosan nőtt gomba, vagy ilyesmi. Vannak jó képek, amiket meg lehet osztani, amikre vissza lehet emlékezni, és adott esetben visszaellenőrizhető, hogy na milyen fa alatt is volt ez, milyen élőhelyen, erdőben, mezőn szedtem, stb. Ezek fontos bélyegek. Kifejezetten jellegzetes, meg ez a rész is. Ami úgy az almafára jellemző. Ez a vadalmafa, a Május Silvestris erdei alma. Pillanat, most beszélek ilyenkor, légy szíves. Figyeljetek, hát szaladjod és hozd ide, hát miért vársz, ne teket óriász. Szóval erre a fajra oltják rá a nemes almát. Aminek nagyon sok fajtája van, tehát a kéreg alá oltással erre a fára 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, legalább 10 féle alma fajt rá lehet oltani, akár erre a fa egyedre is ilyenkor van.
és utána akkor az az almafa tulajdonképpen júniustól októberig folyamatosan hozza a különféle ágain a különféle fajta almát. Egyrészt egy csodálatos gyógyszer az almaecet. Az ebből készül, nem a sima? Nem. Hát azt mondja, ezt lehet így hasznosítani. Tehát ez az, amit így lehet hasznosítani. Illetve én csináltam tavaly ilyen almás, barkócberkenyő és galagonyás kompótot is. Nem volt rossz, tehát hogy ilyen, hogy mondjam, kicsi speciális társaság kellett hozzá, hogy kibontjam, de hogy amúgy elment ilyen kis édes, nem tudom minek. Na, megtalálták a zsebkendő gomba, a zsepi gomba, egy ilyen elterülő, fűben rejtőző gomba. Szerintem az a zsepi gomba. A zsepi gombát általában a hölgyek hagyják ilyen kevéssé félreeső helyeken a fűben. Ja. Jó, oké. A szedernek, a fekete szedernek a levele, hát ez az egyik legcsodálatosabb gyógynövény. Hason szőrű a málna levelével, ami szintén itt megtalálható a környéken valószínűleg. Nekem illetve most ilyen a szamóca. Hogy? Ilyen gyomor probléma? Igen, a málnának, a szedernek, és a harmadikat elfelejtettem én. Talán a párlófű az apróboly torján lesz. Nem, valami, az is valami gyümölcs. Aha. Mindegy, ez lehetséges, nem is. A hármat össze kell kutyulnom, és akkor ezt innom. Vagy állítólag így méregtelenít kitisztítja az emésztést, meg amit tudom én, még mi mindent. Igen, ez rendbe rakja a gyomrot. Itt van ez pont a párófű, neki a virágos hajtását gyűjtjük, de ilyen a levele. Uh-huh. Úgy is hívják, hogy Antriscus cerefolium, ezzel ugye a leveleinek a különlegességét emelik ki, hogy ilyen tényleg elég egyedi levele van. Ez mind a kettő a gyomornak az egyik legcsodálatosabb segítője, sőt az apró bojtorjánt azt érdemes is lenne, csak ma ugye nincs ideje szedni, de ezzel öblögetnek az opera énekesek, már hogy az egyik legjobb a szájtól. Aha, ez is egy mérgező kis valami, szerintem ez viszont őzlátféle, maradhat szerintem. Szóval a szájtól a gyomorig, az apró bojtorján, a szeder az meg a gyomorra, akár hasmenés, akár ételmérgezés, akár ilyesmikre is nagyon-nagyon jó kiegészítő kezelés a lósóska magjával együtt, amit szerintem szintén fogunk talán találni. Milyen növény sok talán? Az a fagyal, az egy mérgező gyümölcs. Melyik? A fagyal. Kezemben van. Ja. Ültetik sövénynek is. Kértek. Én kérek szépen. Sima rendes mezei? Mit te a oké, engedjel. Srácok, ne menjetek el, induljunk meg. Hát így van. Nem sokára az erdőben lesz egy része, ahol lesznek asztalok, és ott már lehet menni úgy az erdőbe is. Meg. Plantago, ez a Plantago lanceolitica, ez meg a Plantago aquatica. Ami azt jelzi, hogy ilyen vizes, taposott helyeken él. Szóval az egyik legjobb, legcsodálatosabb sebgyógyító és tüdőerősítő és gyulladáscsökkentő, az olyan módon hat a sebekre, hogy készen tartalmaz egy bizonyos olyan proenzimet, amit amúgy megeszünk, és onnan a testünkbe élő különféle ilyen hírvívők, megszállítók, azt ott elviszik, lebontják, és abból kialakítják azt az anyagot, ami bezár egy sebet. Na most ez az anyag, ez a proenzim, ez készen benne van ebbe a levélbe, és mint egy helyi kis enzimgyár úgy tud működni az úti fű a sebben. Ez akkor csak oda megtörni, így jól összetörni, és akkor pakolásnak akár átlenni, akár csak így magába, ez jobban egyben marad, mint az almafa levél, meg hát ez tényleg egy nagyon tradicionális. Tessék, apá, nem kell, ezeket csak megmutattam, hogy ilyenek vannak, az már össze van, ez a lengyás, ez a lengyás, ezt lehet lerakni a cukorba, szirupnak, megnyugodtan. Nem így, hanem sajnos csak a szirupot megveszem a patikám. Jó, drágán. De ugyanaz van benne, adott esetben.
És az kerül, nem szabad. Hát a reklámot ki kell fizetni valahogy. Ez működik, hogy tök jó lenne, hogyha mindenki, hogyha senki nem akarna másokon uralkodni, akkor lehetne tök jól együtt élni, csak hogy van egy csomó ember, aki szeretne. Két ember van a földön, az újra együtt uralkodni. Aha. Jó lehet, hogy mondtad. Pontomban, mintha most több ember közelítene így a természethez meg, nem? Hát van egy ilyen hype-olása ennek is, hogy mindenki menjen ki a természetbe. Igen, de hogy... Ez egy tök jó divat. Egyrésztről igen, másrésztről viszont azért ennek vannak kártékony következményei is, hogyha ugye az a tudás alap nincsen meg hozzá, hogy hogyan közelítsenek a természethez, nem? Mindenki kimegy, ez olyan, hogy most hirtelen elkezdenék reklámozni, hogy mindenki szedje a lándzsás úti füvet, mert az a tuti, akkor nem maradna egy idő után, mert több az ember szerintem, mint... Bár egyébként nem biztos, hogy mindenki szedné, mert nincsen idejük, meg rohannak, meg nem ismerik föl, meg kényelmetlen. Igen, idegenkedni. Igen. Megvenni a penicsot, megvenni a tablettát. Igen. Meg hát ez a gombával is így van, hogy azért azt meg kell tanulni, hogy hagyni kell, hogy csak annyit vigyél el, amennyi kell, meg hogy valahogy adjanak vissza belőle, ami a nehezebb. Én is megpróbálok ezen az ösvényen. Nincs jó oldal. Valameddig. Húha! Az ott nagyon... nagyon dágványos. Jó, nekem olyan nagy problémát ez nem jelent, csak... nem mindenki jött. Befolyt? Nem. Mindenféle útra való ilyen ragacsok, tudod. Ja. Csak más ja, szó volt. Azt hittem, hogy egy-egy is, de nem így, egy maroknyú. Aha. Van még ott, hogy előttel az. Én meg vagyok. Vagy akkor átlél oda át, és akkor így gyere. Jó, arra gyertek. Ez nem igazi mocsár. Ez csak egy ilyen dagonya. Mocsár. Igen. Teli van krokodillal. Vigyázz! Egy rossz lépés, és... És a krokodil, az... Leharapod a lábujjad. Meg az anakonda. Megoldotta. A fajtája kunfakó. Kunfakó? Aha. Igen, ezek a olyan... A másik meg egy nagyobb, őt nem tudom, de ő biztos, hogy kunfakó. Mamma, és annyit szeretem, itt egy közel. Az a jellegzetessége, hogy alacsony, tehát nem magas, nem is mint egy póni, kunfakó. És szíjjalt a háta. Tehát, hogyha megnézitek a hátát, akkor ott a fekete csík, az egy fajta jellemző. Szóval ő tudja, hogy kunfakó. Kunfakó vagy huszú, de én ezt kunfakónak mondom. Nekem egy huszulam van. És ő is hasonló. Csak az tej. Tehát, hogy neki olyan, mint ő, a másikról az a nagy, olyan színű. Viszont a... Igen, a fejed a színét jelenti. Amikor barna, igen. Viszont fekete esőre, és a lábai is almája, fekete. Kinek van egy kicsi?
És az a fej, mert így mindenki mondja, hogy barna a ló. Nem, a ló, nem, barna. Vagy sárga, vagy fej. És hogyha barna, nem, fekete nélkül, akkor az a sárga. És az a sárga, igen. Én és értem. A fehér lovas a fehérnek mondják, hanem szürkén. Szürke. Látszik, hogy milyen szépen lehúzlopottál. Aha, látod, hogy így most volt a pedikűr. Vagy manikűr? Pedikűr, igen. Azt honnan tudod? Látszik, ahogy a patájának az alsó része, az sokkal inkább ugye sötétebb és nem saras. Ja. És sima. Na mi van? Megérezted rajtam a pacikat? Igen. Köszönj! Ó, nem hoztam almát. Pedig azt nektek adnám. Van egy cipsa. Azt megeszi? Nyugodtan adodom neki, jó? Csak úgy adodom neki, hogy így van. Aha, majd ne tudja bekapni az ujjadat. Jaj, ne ijedj meg tőle, mert akkor ő is meg fog ijedni tőled. Csak tartsd meg. Tartsd meg, de hogy így van. Jössz csak így. Anya megeszi. Én megette. Emlékszem, hogy még nem? Igen. Együtt ment rá. Igen. Tedd be a kosárba. Figyelj, gomba helyett. Ez egy izgalmas darab egyébként. Úgy szép darab, így egybe. Ez, hát én ezt már nem látom. Mellette lévő elég öreg volt már. A penészedést. Igen, tehát a gombákban az a baj, hogy fehérjékkel vannak tele, és ezek a fehérjék, hogyha megromlanak, akkor akár mérgező hatásúak is lehetnek. Tehát, hogy minimum ételmérgezés, de akár még súlyosabb dolog is. Ez micsoda, tüdőfű? Igen. Wow. És ez mire jó? Slájmoldó, nyálkoldó. Ja, hogy nem csak a neve az, hanem akkor igen, ez valamire jó? Igen, ez a tüdőfű. Aha. És ilyeneket lehet köpni, ilyen pettyeket lehet köpni. Utána nagyon jó tüdőfű. Nagyon jó. Ez csak így a így nem tudom megnézni, hogy melyik faj, de ez is egy tüdőfe. Ebből viszonylag sok van, nem egy új jó dünder. Igen. Aha. Konkrétan szarszaga van, bocsánat. Igen? Aha, aha. Nem ehető faj. Kérlek szarszaga van, megszagolom. Jaj, durva. Bomló béltartalom. Igen. Kicsit igen milyen olyan. Milyen gomba ez? Amit harkály, mint a gomba. Nem, amit most éppen tudjuk. Ez a rózsás mixolimum fülete. Ha már ilyen faszhoz vezetünk, mutatottan lehet. Ezek színpik nyersen, mert én még nem találtam őszintén olyan borgányát, nem úgy eszem a borgány. Jó, de felkületem a borgány. Egyen, figyelj, megteheted, én nem mondom, hogy nem jó. Jó, azt hiszem. Vannak nagyon erős BFT-legnyűjtők. Kell egy hibázni magam. Látszik, azt hiányzik nekem. A csigában található, ha nem főződ meg a csigát rendesen, akkor át. Az nem csak, hogy megfőznik, hanem a csigát egy napig éheztet, sőt van, aki három napig éhezteti, és így egy ilyen bezárt helyen ott járkál, és akkor kiválasztja magából a méreganyagokat, és csak utána hosszas főzéssel fogyasztja. Uh-huh. A csiga. Hogy maga a csiga, nem csak, hogy... Megemészti magából a rossz dolgokat is akar. Azért kellett bezárva tartani. Aha. Hát igen, meg gondolom kijön a béltartalom, mert nem avval együtt eszi meg az ember. Még eszembe jut, hogy... Gyöngyökkel szaporodik az ibolya? Hát ez valamilyen speckó. Bébi hagyma. Uh-huh. Igen. Vagy mag, vagy nem. Uh-huh. Mert kiesett egy foga. Gyerekek, az biztos, hogy jó ötlet azzal dobálózni? Nem azt dobálták szerintem, nem. Hanem egy fatuskót. Igen? Nem azt is. Nem megtaláltatok, akkor nem hiáztok. Igen. Gyerek, fafoga kellene. Jó, de ennyi elég. Szerintem ne hagyjátok. Ne. Ez olyan tiszteletlen. Igen, az. Sem van igen, tőle. Aha. Nem ez csináljuk. Egy... És ez egy állatnak a feje volt. Most te neked mi lenne, hogyha mikor majd te egyszer meghalsz, akkor a koponyáddal labdáznának. Te... Ugye? Én ne. Már azt nem érzem. Ebben igazad van, de tényleg a tisztelet, ezt a anya jól megfogalmazta.
az élettel kapcsolatban. Kendej, mit fogsz? Milyen kis picike. Jön, megy a kertemben. Hoppá. Neked se esne jól. Ugye? Vagy jól esne? Jó, akkor hátszolnád vele, mondjuk, hogy meg elbírom. Mert elbírom vele. Jó, jó. Te elbírsz vele? Aha. Olyan kemény. Na jó, de figyelj, a gombának nincsen karja meg lába. Ő nem tud harcolni. Olyan, mintha te kar meg láb nélkül belenél állítva a földbe, akkor nem tudnál harcolni. De egy igazságtalan küzdelem volt közted és a gomba között. Hol van a... Ja, ez nagyon facik. Arra mentek. Ó, ez nem galamb? Nem, galamb biztos. Abba hittem, hogy nyálkás gondolom nem ehető, csak mutatom. Ez szerintem zöld harmad gomba. Itt a szélén volnának ilyen kis fehér pejtegykék, azon meg lehet lesni majd, hogy vannak-e? De valószínűleg itt a szélén lennének ilyen kis pejtegykék. Nagyon nyálkás volt, és onnakarom fogni. De amúgy lehet, hogy ez valami különleges. Védett az utolsó példány. Nem, nem, védett biztos nem. Ez biztos, hogy nem ehető. Az összes van, védettet. Meglátta, pedig nem dolgozott az végén. Igen. Igen. Ez ehető vagy nem, vagy ez? Szerintem nem, de majd megnézzük még a könyvben. Hát nem meg az én nyálkások. Tényleg most még szőlőszezon van? Vagy már elmúlt? Már nem. Az elevárja az még nem. Az a lilás, marha finom, nagyon finom, de akkor jó, amikor megcsipjed elsőre. Aha. Csinálom. Direkt volt, ott a logosan ott hagytunk, volt egy tőlogos. Mert még a iskolában 10 órai még vittük a szőlőt. Honnan van? Lőbös volt. Nem vagy éhes? Tessék, kellem. A szőlővel szemezik. Nyugodtan egyet, mert ez nagyon sok. Én nem tudom megenni egyedül. Direkt azért hoztam. Hogy ne férjelünk meg, ha akarod, az összes róla szemezik. Nem azért, csak lehet, hogy nem dolgozom, nem? Azért is van, hogy jó arra, hogy kicsit ilyen kacsuk állal, azért külön. Nyugodj meg, letöröltem a csizmám szállat. Kérhetek egy kis hagymát? Persze, persze. Ezt nem eszem el előtt, hogy lehet, mert nekem is van. Van nekünk is, figyelj, adhatom én a kezemmel. Vagy, ha csak nem gombás. Most látod, milyen jó lenne a szalonnázó bicska? Ők tapétavágóval vágják a szalonnát. Van nálam három kés, szóljatok. Nálam is van egyébként, de ez nagyon precízen vág. Na tessék. Anya, te mondtad, hogy beletöröltem a csizmát, szerintem akkor én is beletöröltem, nem? Jó, nem a jutúrót tettem a csizmám szárába, hanem a törmelékeket, a levél törmeléket, ami a snitzelem volt. Sajnálom. Hogy jutott eszembe? Szabad, oké, de szabad gondolkozni előtte. Akkor jó ötletnek tűnt, így elsőre. Utána meg ki lehet mosni. Jaja, komolyan mondom. Hát ez nem olyan, mint mondjuk a zsír, vagy ez az ápolószett, amivel szokták azért, de mondjuk legalább természetes. Vannak ötletek. Vannak ötletek arra. Igen. Meg van egy videó. Ez nagyon szép kés, és nagyon hasznos most nekem. Köszönöm szépen. Hát szívesen. Legalább volt értelme elhozni. Egyes szalonnát. Köszönöm, én most csináltam egy pár szendvicset magamnak, azt nem akarom hazavinni, de... Igen. Amúgy jó lehet. Mert koszos. Igen? Igen.
Meg mi a másik? Kínai kell van még benne. Te is látnél? Jó, te megeszed? Biztos? Nem ettem még jó kínai. De meg lehet, tehát lehet belőle vágni, és akkor az úgy, tuti. Tudod, ez mink a kínai kell. Ja, igen, kimcsit. Meg, de én így nyersen is nagyon szeretem, mert csomó jó anyag van benne. Jó, megkóstolom. Még így. És hamar eldölt. Majdnem kárba ment. Jaj, sajnálom. Jó, kopa. Na jó. Vegyetek. Lehet, persze. Van még egy csomó. Ha bátyám jött volna itt, akkor azt mondta, hogy fúj, hagyjál már! És a Agrofizikának egy új formája volna nagyjából, olyan alapvető kérdésekre mutatom a választ, mint például, hogy most voltam pár napja Gödöllő környékén egy hosszabb túrám, és ott így 30 éve két-három hegyet teljesen leírtottak, és magán erdőkkel beültették, teljesen más-más élőhelyek voltak. Volt hársas, galagonyás, tölgyes, minden fenyves, mindenféle. És mégis halmokban tényleg plafonig állt a holdfa az erdőben. Nem volt gomba. Ugyanis leírtották az egészet, kiszáradt a talaj, meghaltak a micéliumok, és most nincsenek olyan gombák, amik le tudnák mondani ezeket a kifejezetten nagy vastag rönköket, hanem a kis vékony esetleg üzéket, leveleket lebontogatja valami. De igen, és ez az, hogy egy ilyen helyre, hogyha az ember kimegy, és tulajdonképpen gombakultúrát, hogyha egyszer megveszi az ember, onnantól végtelen mennyiséget tud csinálni. És végigoltja ezt az erdőt mondjuk nyári laska gombával. Tehát nagyon fontos, hogy ugye nem nekrofil parazitákkal dolgozunk, amik megtámadják az élőfát, hanem csak lebontó xilofág, szaprotróf gombákkal. És akkor onnantól kezdve valami lebontja, és van gomba az erdőben. Uh-huh. És ez csak egy a sok száz ilyen különleges technika közül, amiknek az alapjai ugye az ősi népi tudásban rejtőznek, és azt úgy kb. Kikukázták az elmúlt 70 évben, és most 70 év után látszódik az eredménye. Borzalmas állapotban van a magyar táj, és ezeken kéne segíteni ilyen egyszerű praktikákkal, mert csak egy mezőbe ültetünk, most növények volna már természetesen szétlődni, és így lehetne tájrehabilitációt végezni. Más országokban bármitől előre? Mert maga a gondolkodásmód az, amire örülök, hogyha ez újra elindul, de én teljesen azt hinném, hogy ez a természetközpontú gondolkodás, vagy a természetmegoldású gondolkodásmód, maga ez az, ami háttérbe szorult, főleg a fogyasztói kultúrával. Pontosan erről van szó, hogy nyugaton én azt látom, hogy elég erősen arról van szó, hogy ez a környezetvédelem is részben egy olyan dolog, hogy te csökkentsd az autózással kibocsátásodat, miközben töredékettel, kis töredékkel a borhúszindioxid kibocsátásnak. Az, hogy a lakosság mennyit autózik. És tök jó, hogy közben meg mindent újraalkotnak, ilyen elektromos autók, meg ugye új technológiák, amit meg lehet venni.
Ugye mondjuk ott van például a biogazdálkodás, tehát hogy mondjuk Svájcban a bio élelmiszer olcsóbb, mint a normál élelmiszer, mert az adókkal úgy támogatják, illetve úgy raknak rá adókat a egészségtelen élelmiszerre, hogy így jön ki. Ugye hát ettől még mi Svájcban, ettől mi még nagyon messze járunk itt. Tehát vannak jó dolgok. Én azt látom, hogy például akármelyik én Németországban, Svájcban, meg Hollandiában voltam úgy többen, és mind a három országban az egész tájon az állattartás az alapvetés. Tehát nincsen olyan darab hőegyek, amin ne legelne pár birka kerítve, senki nem vigyáz rájuk, és csak legelészik, hízik, hogy apja a birka lelepágni. És, ja, meg ilyen szempontból mi egy kicsit pazarlóak is vagyunk, tehát hogy a bárány, a húsvéti bárány fogalma, az nyugaton nem létezik. Csodálkoznak is, hogy azt mondja, hogy Magyarország milyen gazdag ország lehet, hogy ezt a kis bárányt megeszik, mikor őszre háromszor, négyszer akkor lesz. Amúgy a magyarok nem is annyira, de innen exportálnak kurva sokat a törökök meg. Most már igen, de hát régen ugye a birkatartás azért sokkal, tehát a főleg a birka, ami nagyon jó, a rackajúk, a szürke marha, illetve nekem a szívem csücske, és így a tájgazdálkodás központjában a vízibivaj az, amit állítok, mert hogy engem leginkább ezek a öntözéses, földműveléses, ártéri gyümölcsény gazdálkodás és foggazdálkodás az, ami foglalkoztat, és ezeknek a fő mozgatórugója tulajdonképpen a vízibivaj. Mindig átruvál. Ártéri területnek a karbantartásához. Nyers hús. Füstöd. Ne füstöd. Jó, nem tudom. 3500 Csak a kicsit odébb viszitek, az még biztonságosabb, hogy nem a kő szél mellett, mert a véletlenül elesel, és... Igen, de én az előbb itt majdnem így. Igen, az nem a legszuperebb. Ez nem tudom, rossz azért hagyományosan az alföldi vidéknek volt a meg ezeknek ugye az Ázsiából jöttek a honfoglalók. Volt mindenhol birkafa. De vannak más birkafajok, amik máshol vannak nemesítve. Ez minek? Ez egy nagyon fontos és jó alkalmatosság. De... Ezzel lehet a gombák aljáról, vagy akár a kalapról lesöpörni, de főleg az alján szokott ott így odaragad a föld, és akkor ezzel le lehet söpörni. Ja, mert ezt láttam én, hogy mindegyikkel rajta van, vagyis a legtöbb gombász későn, és igen. Fogalmam sem volt, hogy ez mire jön ezek is. Ha vagy mit tudom, fület akarni. Végülis, igen, bármire jó, csak hogy így külön így a gombás cuccoknál. Jó étvágyat! Meditációzol? Mondjuk, igen. Jó, akkor nem zavarlak. Nem, nem szoktam, mármint hogy hengetek, de azért messze vagyok attól a meditációtól. Aha. Amit szoktak tényleg így meditálni. Aha. Akkor csak kicsit átadod magad az erdő. Az erdőnek. Jó van. Két óra ment, egy időgesik. Ugyanonnan indultunk, de konkrétan ugyanonnan. Akkor hát ott voltak reggel. Igen. Basz, ja, a kutyás csapat. Tényleg azok nem. Egy korombeli srác vezett ezt a túrát, ugye mi ugyanúgy. Na, gondoljátok még. Igen. Ennyi. Tehát, hogy ez az esemény, figyelj. És kiderül, hogy nem. Durva. De amúgy mekkora esélyt van az ember, is. Tehát hogy kinek merülne fel a fejébe, hogy lehet, hogy ugyanakkor, ugyanonnan két csapat indul, tök hasonló felállás. Igen, ott álltunk meg először mi is. Én be is fizettem. Igen.
Patrik, azt mondja, nem Gábor, de akkor is ilyen nyugiban voltam, hogy biztos mást küldetted. Ja. Igen. Kicsi a valószínűsége azért, hogy ugyanazon a helyen, ugyanabban az időpontban. Nem, a másik van. És hát, hogy azóta is ott várna titeket, hogy... Nem, remélem, hogy nem. Ők mondták, hogy várnak egy családot, de akik telefonáltak, hogy egy kicsit késnek. Elnézést. De gáz. Nem gáz. Szóval, még mielőtt viszont elmentek, hogyha úgy van, én gondoltam, hogy beszélnék kicsit így magukra. Az jó lenne. Az életéről meg. Az jó lenne. Minek neked sincse? Gyerek, hallgassuk meg, jó? Miért nem lesz a nullát? Nem, most van is ilyen, tudod, hogy te ilyenőnek ez a mellemőző taló. Jó, teljesítménytúrázás, hello. Szóval, a gombák. Megtekerem előttem.